Na hát ilyen, lemerült az aksi, úgyhogy kábellel kell dolgozzunk. Kérném, írják meg, hogyha van hang. Kérem szépen. Hogyha rendben van, akkor újra nekifutunk, semmi gond. Hál' Istennek a Facebooknak a tárhelye sok mindent elbír, és bízom benne, az önök türelmével se jöttünk vissza. Van hang? Mindenki inti, hogy van hang. Na, akkor újra kezdjük, a másikot letöröltük, tehát itt vagyunk Parajdon, és Bokor Sándor polgármester urat köszönteném elsőnek. Sokat tanultam én az elmúlt 12 évben tőle, kiállás, illetve hát érdekérvényesítés és a határozottság tekintetében is. És meg szeretném köszönni azt a munkát, amit kifejtette nem csak Parajd, hanem egész Sóvidék, Hegyalja térsége ügyében, hisz az ő vezetésével tudtunk sikeresen összehozni olyan kistérség együttműködést, amely mentén Európai Uniós pénzeket tudtunk majd a LIDER-en keresztül lehívni, és ilyen tekintetben külön köszönet polgármester úrnak. Jágus Lászlót is köszöntjük, aki alpolgármester most még, de 28-ától szeretnénk vele dolgozni tovább a megyei tanács és Parajd község viszonylatában, illetve szenátor úr Antal Lóránt van itt, aki most is jó hírekkel jött, de majd el fogja mondani Parajd számára és a turizmus számára. Illetve köszöntöm a megyei tanácsos jelölt kollégámat, Ince Csongort, illetve a kollégákat, akik a helyi tanácsban jelöltek az RMDS részéről. Na, úgy fogjuk ezt most csinálni, hogy valahogy tartsuk a távolságot is, de szépen megpróbáljuk azért elmondani az embereknek, hogy mi van, hogy van itten, és ennél a Wellness Centernél azért különösen jó érzés itt lenni, mert nem tudom még hány megyei tanácsülést tartottak Wellnessben, de mi a Hargita megyei tanács az elmúlt években kettőt tartottunk, egyet Tusnádfürdőn, utána volt a másik itt Parajdon, és szeretnék minél hamarabb tartani a harmadikot Borszéken. De ennek a épületnek is van egy története, RMDS összefogás, polgármester úrnak a kiállása, gondolom még egy pohár pálinkát is töltött volt polgármester úr, amikor itt volt az államelnök, illetve a turisztikai akkori miniszterasszony, és sokat dolgoztak azon, hogy ez így elkészüljön. Tényleg, honnan jött az ötlet, hogy itt legyen wellness? Én tartom azért, hogy ne kelljen fogni, csak nézzünk oda. Köszönöm a lehetőséget, és köszönöm elnök úrnak az értékelő, biztató szavakat. Valójában így van. Hát, hogyha a turizmusról beszélünk, akkor székelyföldi turizmusról, akkor Parajd nélkül nem beszélhetünk, hála Istennek. Ha meg sóvidéki turizmusról beszélünk, akkor a parajdi sóbánya, annak a nyitott strandja, és úgyból csak hála Istennek az önkormányzat wellness centrum, a központja nélkül nem beszélhetünk. Ez egy egységes egész. A 2009-es években, amikor egy olyan politikai kormányzati konjunktúra is volt, hogy gondolkoztak különböző helységek, és elmerem mondani, hogy volt egy stratégia a székelyföldi turizmus fejlendítésében, és ebben helyet kapott Parajd is. Ebben javaslatok voltak, politikai támogatás volt, RMDS részéről, de mindenképpen volt egy olyan kormányzati program, amelyben helyet kért Parajd is, Borszék, Tusnád, Szobálta, Kovászna de akkor mellett. Mit mondtak a parajdiak, amikor te jöttél azzal az ötlettel, hogy legyen egy wellness? Mennyien hittek? Mert általában örök ilyenkor szokott lenni a nehezebb. Általában az emberek úgy vannak, én kellő tisztelettel viseltettem és viseltetek a parajdi közösség iránt, de egy kicsit olyan szkeptikusan fogadták, ugyanis Parajdon a sós termál vízbe való fürdés nem új keletű. Az 50-es években itten, ahol furtunk új kutat mostan 1073 méterre, ott az 50-es, 60-as években az én gyerekkoromban is ide jártunk egy medencében, egy beton medencébe fürödni. Parajdon itt volt a sósfürdő, és nem új keletű volt a dolog, de amikor azt mondtuk, hogy jó volna egy ilyen mostani 21. századnak megfelelő, egy modernebb fürdő központot, akár wellness formájában is rendezni, nem sokan hitték. Én magam is időnként éjszaka hajnalban gondolkoztam, hogy vajon ebből lehet-e, de sok akkor, amikor nincsen már remény, akkor is van egy megoldás. Keresztény emberként van a Jóistentől is egy megoldás, amelyben
a kormányprogram, volt egy ezt támogató miniszterasszony is, aki többször látogatott ide Parajra, volt politikai konjunktúra, volt az RMDSZ kormányzati szerepvállalása, illetve támogatása, és volt a megyei tanács akkori, és mostani, és mindenkori támogatása is ebben. Hál' Istennek 2009 és 2011 között megépült, ebben döntő része volt a helyzet keresésben, a működtetés megtalálásában. Ugyancsak elnök, hogy nagyon jól tudja, amikor a megye főmenedzserével tárgyaltuk a megoldást, partnership, publik, privát, köz, összejött, és úgy lett lehetőség, hogy kihívtam a megyei tanácsot és annak az elnökén keresztül ide egy testületi ülésre, itten tartsák, de nem azért de nem csak a, de nem csak azért hittem, hogy itten tartsák és medencét lássanak, hanem azért is, hogy serkentsem arra, hogy a még hiányzó pénzt elég jó, körülbelül 500 ezer leérték be, tegyen megyei tanács is tettem dolgát, tehát az itteni szimbolikus megyei tanácsülésnek nagyon komoly haszna volt, és azt hiszem a politikás az érvényesülést így csinálják. Én örvendek és köszönetet is mondok Gorbacsov elnök úrnak. Az akkori, az azutáni, a mostani, és hiszem azt, hogy a jövendőbeli támogatásért, hiszen most engedjétek, köszönöm, ha... Köszönöm, polgármester úr. Menjünk kicsit benne. Menjünk befelé, és közben megkérdezném a időműködtető igazgatója. Igen. Mekkora a kapacitás? Beférünk, az előbb is kérdeztem, aki még látta. Be lehetünk-e? Mi a helyzet? Tisztelettel köszöntök mindenkit én is. Természetesen üres a wellness centerünk. Sajnos tudni kell azt, hogy február 1-től beruházási munkálatok miatt zárva vagyunk. És mit ruháznak be? Mit fejlesztünk? Több beruházás is történt, fontosabb, a legfontosabbak a medence kompartimentálása, illetve a szellőztető berendezés teljes cseréje. Jó, akkor most bemehetünk, ugye? Befélünk. Kérem szépen, fáradtam. Kérném a kollégákat, hogy jöjjenek. Közben esetleg tegyük fölgye a maszkomat. Az lenne a kérdésem, hogy ez nagyjából, de mikor működik, akkor mekkora? Hát ennek a medencetének a kapacitása 300 személy egyidejűleg, aki tartózkodik, igen. Naponta olyan 1000 személy, tehát háromszor megfordul. És volt olyan, hogy bekerült zárni az volt olyan is, hogy tömeges látok az adatterőt, viszont türelre hangulát terve azt szokták mondani. Tehát itt a medencetében lépünk be. Ezt a T3-4-ű medencéket adott a lépcsőnket, korlátokban belátta, külön zűrkerezés, külön tártárásnak és a mindenkinek. Az a cél, hogy tudjuk biztosítani a különböző kompartimentekbe különböző mélységnek tűnik T3-4-et. Ez mit? Ez reumás, ízületi fájdalmak, érrendszeri panaszok. Hogy számoljak, mikor szeretnék magad? Vírus után? Hát reménykedünk, láttuk a meglapot. Ez egész éven át működünk, láttuk miniszterelnökünk nyilatkozatát a tegnap, remélhetőleg elsőjétől a benti tevékenységek is újra elindulnak, remélhetőleg. Polgármester jelöltő, alpolgármester úr, milyen nagy várakozása, hogyan látok ezt a tisztelettel köszöntök én is kampány, van egy kihívó. Mindenkit köszöntöm, a szenátor urat, elnök urat, polgármester urat, igazgató urat, jelenlegi RMDSZ tanácsosokat és tanácsos jelölteket. Igen, választások előtt állunk, szeptember 27, igen, van két nevezzük azt, hogy kihívó, egy független, valamint a szövetség részében megnevezett kihívó. Fontos az számunkra, hogy az elmúlt időszak bebizonyította, hogy megyei, de országos hozzáállás és képviselet nélkül nem tudunk előre haladni. Tehát számos beruházás megvalósult, és ez bizonyítják a kész tények Parajközségben,
és számos beruházáson elindítva. Ehhez pedig szükséges a kellő hozzáállás. A község részéről a vezetőnek a legnehezebb terv? Az egyik legnehezebb terv, hogyha belkel beszéljünk, akkor a két csúfa, a víz és szennyvíz rendszerének a kiépítése. Hiszen jelentős... Az alsó sófalviak is belátták azt, hogy ha nincs egy egészséges rendszer kiépítve, akkor nem tudnak előre haladni, nincs infrastruktúra. Akkor most már nincsen vita. Tehát bebizonyította az utolsó tanácsülésen, hogy egyetértettek az alsó sófalvi projektnek a változtatásán, és ez egy olyan jelzést adott, hogy valójában szükség van a településnek erre a projektre. Jó. A projektekről beszélt a jelöltünk, a szenátor úr. Te azért érdelj megint hozzá jó híreket. Mi fog történni? Menjünk arra felé, mindig a kollégám, hogy ne megyünk szembe a tényleg. Nagy szeretettel üdvözlök én is minden követő, Facebook követő, DET követőinket, és soron következő követőinket, polgármesterület, jelöltünket, tanácsosokat. Igen, amíg kint voltunk, arról beszéltünk, és arról tájékoztattalak benneteket, hogy ma a képviselőháznak az Ipari Szolgáltatások Bizottsága összeült. Ugye Bende Sándor képviselő kollega dolgozik az RMDS részéről abban a bizottságban, és a tavaly évben az RMDS és rajtam keresztül, mivel én képviselem az RMDS-t a Gazdasági Bizottságban, a Szenátusban, a Románia turisztikai törvényébe elég rendesen bele matadtunk, fogalmazhatok így, és sikerült is a szakbizottságokat meggyőzni arról, hogy az RMDS javaslatait, módosításait beletegyük. Viszont politikailag azt döntötte az akkori kormány, hogy nem merik bevállalni a módosítóinkat, és nem szavazott a szenátus erről a törvényről, hanem hallgatólagosan ment át a képviselőházba, ami magyarul, hogy mindenki értse, az azt jelenti, hogy a minden betett módosító, ami pozitív jelentésekbe a szakbizottságba beletettünk, azok kimaradtak, és az eredeti kormány által előterjesztett verzió ment át. De inkább azt mondanám, mi a pozitív hír, hogy ma a szakbizottság megszavazta, és holnap vagy holnap után lesz plénum a képviselőházban, és bent lesznek a mi módosítóink, ami a City Tax-ről szól, úgynevezett City Tax, amit már Európában mindenhol használnak, mi 1%-ot határozunk meg a szállás árából, így van. A szállás árából per turista, per szállás, per éjszaka 1%-ot kell kifizetni, és ez az 1%, ez kötelezően a turisztika desztináció egyesületeknek kell majd átutalják a helyi tanácsok, ami azt jelenti, hogy létrehozunk egy plusz olyan fontos pénzügyi forrás, ami csak exkluzív turisztikai fejlesztésekre, turisztikával kapcsolatos kommunikációra... Ennyi pénzt el lehet tölteni? Elég sok szállás fel van. Parajdon mekkora szállás kapacitás? Visszatállítól azt hiszem, hogy ennyi pénzt el lehet, sőt, ennél sokkal több pénzt is el lehet. Ez a pozitív hozzáállás. Tehát határtalan és végtelen az igény és a lehetőség is. Talán, hál' Istennek, több száz magánpanzióban. Hát az elszállásolási lehetőség évente eddig, ami kipróbált volt, az olyan 100 000-120 000. Vendégészaka? Igen, de ennél sokkal többre lehet menni. És ehhez pedig az kell, hogyha egy pár mondatot még éppen megejthetek, hogy a jelenlegi wellness kapacitása, amely most iratszik zéró, de nem csak azért, mert munkálatokat végzünk, hanem azért is, mert kényszerhelyzetre, térdre kényszerített a járvány, de megtanított arra, hogy hogyan is lehetne kivédeni, ezért terve van, elkészültek már előtanulmányok egy kinti medencének és egy modern kiszolgáló egységnek, vendéglő, konferenciatermek, 10-12 szoba. Ennek sok millió lej értéke van, és mindazok a pénzek, amiről beszélt a szenátor, és mindazok a pénzek, amelyikről remélem, hogy a jövőben is beszélni lehet, és mint a wellness vezetőtanácsának elnökeként is mondom, amúgy is mi leköszönjük polgármesterben, mint ennek a vezetőtanács elnökeként, ide ki lehet építeni a Székelyföld még felnőttebb bázisát, és mindazok a pénzek, mindazok a lehetőségek, akár eurós, akár kormánypénz, akár pedig a megyei tanács vigyázó tekintete által ide
irányított pénzekre szükség van, tehát Parahaj tekintetében, ha figyelembe vesszük a 6-700 ezer turistát belépőt a Parahaj sóbányába, évente 130-140 ezer belépőt ide, a zárkörű wellnessben, akkor azt hiszem, hogy székelyföldi vagy romániai politikus, és nem csak magyar, hanem aki az ország turisztikai érdekeltségeiben munkálkodik, nem tekinthetem attól, hogy van Csíkszeredától 90 szobátától 10 kilométerre egy székelyföldi turisztikai bázis. Itt még a villanyvoltból... Hát itt a villanyvoltból, ugye tegnap arról már beszéltünk, tegnap már voltunk egy kört Bokor polgármester úrral, Nyárhus László polgármester jelölt úrral, aki valójában jelölt, de ő lesz a polgármester Parahaj községben, mert úgy az alsósófalviak, akik ugye említették a vizet, minden közösség azt hiszi, hogy az ő vize a leggyöngyözőbb. Ez így van rendjén, viszont egy közösség, mikor községbe formálódik, akkor meg kell szülessen az az egységes érdekeltség és egységes döntés, hogy megértsék annak fontosságát, hogy össze kell kötni ezeket a szolgáltatásokat is. Igen, villanyról beszéltünk már a tegnap. Jó hír az, hogy az elmúlt, hát polgármester ezt jobban tudja, több mint két évtizedben a villamos hálózatnak a fejlesztésével nem csak Parahaj térségében, hanem egész Ugarhelyszéken és Hargita megyében problémák voltak, mert az elektrika az egy állam az állambanként működött, uraságok vezették, akik nem igazán tekintettek le a nép igényei fele, viszont most van egy olyan vezetője az elektrikának, aki egy szomszédos megyét igencsak jó felfejlesztett és megértette a helyi igényeket, amit ma már elmondhatunk, mint konkrét megvalósítás, és eredmény az az, hogy a középfeszültséget azt már felső sófalváig elhozták, tehát Parahajd és felső sófal között ez a hálózat már meg lett építve. Ez azt jelenti nagyon egyszerűen a parahajdiak szempontjából, hogy feszültségnövelést igényelhetnek a vendéglátóegységek, a vállalkozók, de nem csak. Tehát magyarul a villamos hálózat kérdése most eddig már felső sófalváig meg lett oldva, innen mennek tovább Koron, majd Varsák. Tehát ez is egy kézzel fogható konkrét eredmény, ami még egyszer, ami a legfontosabb. Kampányban vagyunk, és ugyanúgy, mint a mezőgazdasági kampányban is most kell az eredményekről beszélni és az eredményeket begyűjteni. Ez az eredmény, ez a csapatnak az eredménye, Bokor Sándor polgármester úrnak az eredménye, Nyárhus László, mert Nyárhus László sem a fáról mászott le, hogy fogalmazza, kicsit durvábban a helyi adminisztrációban dolgozott, Bokor Sándor polgármester úrnak az alpolgármestere is igenis sokat köszönhet a közösségnek is. Együtt tudtak egy olyan erős csapatot ráállítani, belül megyei tanács parlamenterekkel, amelyek ma arról beszélhetünk, hogy például a villamos hálózat kérdését is sikerült megoldani. Egy mondatból. Legyen kettőbb a parlamentben. Én azt hiszem, elnök úr, hogy itt bók nélkül, meg egyéb mellébeszélés nélkül, azért nem lehet a megyei tanács életéről Borba elnök úr nélkül beszélni, mert különböző programokban, itt a villamosítási programban is, és ezért kell támogatni, kell támogatni az elnök úr jelöltségét, hiszen a megye és a települések valamennyi életében közvetlenül benne van. Ebben a villamosítási programban még együtt beszélgettünk arról a megyei tanács kis villamosítási programja lehetőségeinek kivitelezésében. Nagy falatnak bizonyul Parahaj, de sokat beszéltünk róla, a megyei elektrika vezetésének irányításában szenátor úr és elnök úr derekason részt vettek, és elérkeztünk oda, hogy lehet több mint 20 év után Parahajdon fejleszteni a elektromos áramot, amely lehetőséget ad majd a turisztikai zónák, a téli turisztikai zónák, a sípályák energiaellátásához is. Én azt hiszem, hogy ez jelenti az együttműködés, és ez jelenti az, ami az eredményeket hozza maga után ebben az időszakban, ebben az együttműködési formában. Köszönöm! Itt a polgármester jelölt úr, hogy telnek most ezek a napok? Még van 30 nap, igen. Család, a család, Komák ismerősök mindenképp megadja megfelelő biztatást és támogatást, az a legfontosabb, hiszen látható, hogy naponta különböző programok vannak, kampányidőszakban vagyunk és kell tegyük a dolgunkat, hiszen ezt vállaltuk és ez az elkövetkezendőkben is szeretnénk Parahaj községért dolgozni. A
esetleg még itt a község tekintetében valami olyan konkrétum, amit így elmondanál? Hát, lesz-e tánctábor? Reméljük, hogy jövőre lesz tánctábor, és lesz palacsinta fesztivál, és töltött káposzta fesztivál, és számos rendezvényem is fontos, hogy az elkövetkezendőkben egy olyan tervünk is van, hogy a turista szezon idejében több program, több műsor, ami lehetőséget ad a turisták számára, a szolgáltatások mellett, hogy kiegészítő programok legyenek. Na hát, nagyjából köszönöm szépen, hogyha követtek, még hogyha valaki szeretne valamit mondani. Egy kiegészítő mondat zárszóként, hogy azért ma nincs itt velünk Bíró Barna Boton, az udvarhelyszéki RMDSZ elnöke, megyei tanács alelnöke, egészségügyi kivizsgálásokon van, viszont fontos szerepe van, hiszen a csapatnak ő is részese, és udvarhelyszék egy egységként működik, udvarhelyszék egy egységként tevékenykedik, és nekünk parlamentereknek is, Csaba, neked is, mint megyei tanács elnök, úgy gondolom, hogy sokkal könnyebb úgy együttműködni egy területi elnökkel, aki jelen van, aki nem bőszivarakkal Facebookon üzenget, hanem itt van közöttünk, és azzal foglalkozik, hogy a saját közösségének igényeit meghallgassa, és továbbítsa természetesen azokhoz a döntéshozatali fórumokhoz, akik képesek elődönteni. Tehát igen, fontos Botinak is a szerep. Egyértelmű, és én tényleg örvendek, hogy egy jó hangulatú kampányunk van. Tehát én ezt tudom mondani, bízom benne, hogy láthatják önök a Parajdi RMDSZ kampányon is, hogy ez egy jó hangulatú, egy mosolygós, nem egy negatív. Ma többször elmondtam, hogy az övön aluli kampányban nem hiszek, és a csapatmunkában, a szolidaritásban ellenben igen, és hiszem azt, hogy így a térségek közti szolidaritás, ez a nagyon jó együttműködés, amiről beszélt szenátor úr, az meg fogja hozni azt a jó kedvet, hogy hallották az elején polgármester, amikor nekifogott, hogy itt ezt megálmodja, akkor nem voltak egy olyan nagyon sokan, akik a lelkesedésük ne továbbjáró tudták volna biztosítani, de hogy menet közben kialakult rendben van, és most már az évi több mint 100 000 vendég, aki ide belépik, az egy konkrét bizonyítéka az együttműködésnek a fontosságának. Úgyhogy én arra kérem a parajdiakat, a felső sófalviakat, az alsó sófalviakat, azokat, akik a Békástanyán laknak, hogy támogassák Jákos Lászlót és csapatát, mert az, ami jó, az, ami működik, az, ami rendben van, az, amit nem kell a pályaszínéről még megtanulni, hanem igazából menet közben tudjuk folytatni a munkát. Hát a stafétabotot úgy veszi át, hogy közben nem botlik el, közben nem kell még megtanulni, hogy futni, vagy egyáltalán vegye észre, hogy hol van a stafétabot, hogy mi ebben a munkában hiszünk, és ehhez kérjük a teljes községnek a közreműködését. Egy jó, mosolygós 4 év következzen, folytatódjon Parajd életében, hisz folytatni kell, ami el volt indítva, és mindenki jól érezze magát ebben a községben, úgyhogy viszontlátásra.